Rangos borversenyt rendeztek Kápolnásnyéken. A megmérettetésen a Velencei Tavi Szent Benediktus borlovagrend borászai mellett a Nóéhegyi Szent István borlovagrend és az Adony Dunamenti Szent Orbán borrend mutatták be nemes nedűiket. Turcsányi Sándorné a vendéglátó borrend nagymestere fontos lépcsőnek tartja, hogy a járvány után újra találkozhattak a borászatok képviselői, és megelégedéssel nyugtázta, hogy kiváló minőségi borokat díjazhatott a szakértő bírálóbizottság. Tavaly elhatároztuk a székesfehérvári Nóéhegyi borrenddel, nagymesterével, elnökével, hogy mi szeretnénk egy közös borversenyt tartani, mert minél több bort tudunk bemutatni és bírálni, annál minőségibb versenyt tudunk majd biztosítani. Sos már bevonódott a Velencei Tavi hegyközség is, és így egy kiszélesített borversenyt tudunk most majd bemutatni. Hogy tart a Szent Benediktus borrend? Hát hál' Istennek azért tartjuk a tagjainknak a minőségi sorát, úgy azt kell, hogy mondjam, mert nagyon régóta, mi 93 óta működünk, és szívesen azt vesszük észre, hogy egyre jobb minőségi borokat tudunk bemutatni a környéken. Ez abból vesszük észre, hogy havonta találkozunk csütörtök esténként, az első csütörtökön, és ott megállapították már a szakértő borászok, hogy valóban évről évre egyre jobb borokat csinálnak a kollégák, borlovagok, és ez a célja az egésznek, hogy a Velencei Tavi környéki borokat is népszerűsítsük és bemutassuk. Igen, bár most a koronavírus járvány ezt megakadályozta, de azért nagyon fontos szerepet játszik a turizmusban is a bor, illetve az a kínálat, amit ezek a borrendek kínálnak, ugye? Igen, hát mi azt szeretnénk, hogyha itt a Tok környékén azért minél szélesebb skáláját be tudnánk mutatni a mi borainknak, meg az egész Velence-tó környékén termelt boroknak, úgyhogy ezért is határozta el a borlovag rendünk, hogy Velencei Tavi legrégebbi borrendként szeretnénk bemutatkozni az egész Tó környékén, aztán majd később egy kicsit kibővítjük ezt a területet a szélesebb községek körében is, kisvárosok körében is. És ez a célunk, hogy bevonjunk fiatal borászokat, hogy ismerjenek meg minket, ismerjék meg a munkánkat. Mert ugye azért a borlovag rendünkben a tagok öregszenek, akik alapították, és hát szeretnénk bevonni fiatalabb borászokat is. Dínyes Ferenc, a Szent István borrend nagymestere tudja, hogy a borkultúra folyamatos változása nagy kihívás elé állítja a borásztársadalmat, ami ezen a borversenyen is sok tanulsággal szolgál. Nem csak a Velencei Tó környékére terjeszkedünk, hanem már szinte az egész országba, sőt a Kárpát-medencébe. A borverseny rendezése a Nóéhegyi borrendnek egy fontos feladata, ahogy említetted, és az Adonyi borrend mellett és a környékbeli borrendek mellett most már a Kárpát-medencébe is kijutunk, remélhetőleg nem sokára Horgosra megyünk, Szerbiába egy borversenyre, Sopronba, tehát egész komoly területre működünk együtt borversenyekre. Tehát új elvek mentén kezdtétek meg a működést, ez nagyon jó dolog, hiszen egyre több fiatal választja azt, hogy a borlovagrend instrukciói alapján készíti el a borait, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó út. Igen, olyan mértékű fejlődés van a kisebb borászoknak a minőségében, amit minden bíra előszeretettel üdvözöl, és ráadásul a borrendi tagság iránt is érdeklődnek. Az idén is két fiatalt fogunk avatni augusztus 20-án, és már jövőre is vannak jelentkezők, úgyhogy ilyen szempontból a borlovagrend előremutató. Ezen kívül pedig a borkóstolást is szeretnék népszerűsíteni, és ilyen eseményeket is szervezünk majd nem sokára az Öreghegyi Közösségi Házba. Ez a megmérettetés milyen jelentőséggel bír, hiszen az Adonyiak mellett itt vannak a Velenceiek, a Szent Benediktus, és azt hiszem, hogy nagyon komoly verseny az, ahol bemutatkozhatnak a Nóéhegyiek is. Én azt gondolom, hogy ez egy nívós verseny. Tehát olyan bírák vannak jelen, akik országos hírűek, sőt nemzetközi hírűek, tehát aki itt minőséget ér el, vagy jó minősítést ér el, az büszkén vállalhatja ezt a minősítést. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nívós verseny lesz. Az Adonyiak borrendje majd másfél évtizedes organikus fejlődés eredményeként alakult meg, és ma már kiváló minőségű borokkal jelentkeznek a különböző versenyeken. A megyei borrendek között kimondottan jó a kapcsolat az én véleményem szerint. Én az Adonyi borrendnek a nagymestere vagyok, így képviselem itt ezen a mostani borversenyen a rendünket, illetve az Adonyi környéki gazdákat is. Hárman jöttünk már el bírálni.
A bírálati meghívóval együtt ugye megkaptuk a felhívást és a borversenyre, tehát örömmel indultunk, nem sok bor, de egy 9 bort elhoztunk azért ide erre a versenyre, aki bátrabb volt, az nevezett. Tavaly is azért a akkor nevezett 9-10 bormintánkkal 2 aranyérmet sikerült elvinni, úgyhogy azért itt ezen a megyei szintű rendezésű versenyen azért árutermelő borászatok között azért szépen csillognak ezek a számunkra, ezek az aranyérmek, hiszen Adonyban jelen pillanatban egyetlen kivétel van csak a pincék között, aki árutermelő pincészet, egyébként hobbi termelők a többiek. Ez egyébként kivételes lehetőség, de mennyit segít a borászoknak, hogy szakmai beszámolókat, illetve bírálatokat hallgathatnak meg? Mindenképpen segít, tehát azért is támogatjuk ezeket a hasonló rendezvényeket. A borrend fő feladata ez a ismeretterjesztés, előadások, szakmai kirándulás, borverseny szervezése, tehát ez nagyon jól kapcsolódik ebbe a sorba, hogy aki itt megméretteti a borát, kap visszajelzést róla, és azzal nyilván a minőségnek a javára szeretnénk hajtani a vizet. A Velencei tó körzeti hegyközség elnöke, Dobos Ferenc fontosnak tartja, hogy egy ilyen találkozón is megerősítést nyerjenek a borászok, akik egyre népesebb szakmai csapatot alkotnak. Lényegesen emelkedett a színvonal az utóbbi 10-15 évben, mert végső soron ez a technológia, ami ma már korszerű, az egyéni gazdákat is, a kisebb termelőket is mindenképpen magával sodorja. Ezáltal gyakorlatilag a fogyasztói réteget is befolyásolja azzal, hogy a kis termelőknek a terméke is, meg hát persze nem utolsó van a nagy üzemek, amik néhány van nálunk is elég korszerű nagy üzem. Tehát együtt viszik ezt a minőséget tovább, és a jelenben egy olyan fogyasztási szokást terjesztettek el, ami most már lényegesen más, minden szempontból, egészségügyi szempontból, gasztronómiai szempontból, tehát ezek úgy összességében mindenképpen pozitívak. És kérdése mi volt még a másik? A másik fele a kérdésemnek pedig az, hogy a borlovagrendek ebben a munkában hogyan tudnak segíteni, hiszen egyre fiatalodnak, mert hogy azért tartottunk az elmúlt időszakban attól, hogy előregszik a borásztársadalom is. Igen, hát a borásztársadalom, hál' Istennek, az nem öregszik, sőt, nagyon tehetséges új generáció növekszik föl, és hát természetesen ők jobban tudják alkalmazni ezeket az ismeretanyagokat, ami manapság most már elengedhetetlen. Hát persze ez köszönhető annak, hogy internet világában vagyunk, az ismeretanyagot könnyű beszerezni relatíve. De hát persze mellette kellenek olyan mesteremberek, akik idézőjelben mondom a mesterembereket, akik még azért a hagyományos technológiát is ismerik, és a kettőből össze tud jönni egy ilyen dolog. Na most, ami a borrendeket illeti, én azt gondolom, hogy a borrend azért szükséges, vagy borrendek, mert egyrészt hagyományőrzők, és azért a bor nem csak abból áll, hogy az új modern technológia, hanem a hagyományra épülés, mert ugye a múlt, jelen, jövő, ugye ezt tudjuk nagyon jól, ez a hármas fogalom, az nagyon jelentős nekünk is a borszakmában. Promontórium borlovagrend elnök nagymestere a budafoki borászok képviseletében kiemelte, nem kisebb célt tűzött ki maga elé, hogy mint egykoron minél több pince találjon borászgazdára Budafokon is. Budafokról jöttünk, és a mi borrendünk igazából egy, hogyha a reklámhelyen lehet, akkor mi idén vagyunk 30 évesek, és meg is ünnepeljük az évfordulónkat. Mi még nem rendeztünk borversenyt, de tegnapi nap részt vettünk a Gazdag László borversenyen is, és ott egy országos bort választékot tudtunk végigbírálni, és nagyon szép eredményeket tudtunk, meg jó helyezéseket tudtunk kiosztani, hála Istennek a boroknak, borászatoknak. Rendkívül fontos szerepet foglal el Budafok a hazai termelésben, tehát azt mondom, hogy a borászatok pezsgőgyár és így tovább. Hogy találta meg a borrend a helyét? Borrendnek a helye igazából Budafoknak a régi hagyományaira épül, és mint egy hagyományőrző társaság, civil szervezet vagyunk jelen így Budafokon. Ugye, hogy már 1739 óta folyik szőlőtermesztés, vagy foly szőlőtermesztés Budafokon, aminek a filoxéra 1880-as évek végén vége szakadt.
utána pedig átvették a pincék, a pincészetek és az ipari telepek a helyüket, és nagyon sok borászatnak ott volt a központja. Az 1900-as évek elején kb. 300 pince létezett Budafokon, amik most szépen lassan elfogytak a államosítás miatt, és erre a hagyományra épült föl a lovagrendünk, és így próbáljuk őrizni a régi budafoki boros hagyományokat. Nyitrain és Sárdi Diana, a Szent István Kertészeti Egyetem tanszékvezetője, a bírálóbizottság elnökeként úgy fogalmazott, egy ilyen verseny is jó alkalmat biztosít a gazdáknak, hogy megerősítsék, jó úton járnak. A bírálati szempont az a bizonyos 100 pontos bírálati módszer, amivel mi bírálunk, nem csak a kisebb borversenyeken, hanem a hazai nemzetközi borversenyeken, országos szintű borversenyen is, természetesen az országos borversenyen, illetve a regionális borversenyeken is. Itt nézzük a bornak a megjelenését, a tisztaságát, a színét, nézzük, milyen a bornak az illata, mennyire fajta jelleges, mennyire karakteres, milyen a bornak a harmóniája, a fajta jellegessége ízben, milyen a teltségérzete, a savérzete, és a végén pedig adunk egy ilyen összbenyomás pontszámot, 100 pontot lehet elérni, hát ezt ritkán érik el általában a borok. A 100 pontos bírálati rendszeren belül lehet adni nagy aranyérmet, aranyérmet, ezüstérmet, illetve bronzérmet. Ennek tükrében hol tartanak ma a mai magyar borászatok, ha kitekintünk Európába? Hogy hogyan tudnak, a kérdés ugye az arra vonatkozik, ha jól értem, hogy hogyan tudnak megmérettetni ezek a magyar borok. Rengeteg olyan pincészetünk van, amely nemzetközi borversenyeken nagy sampiondíjakat, aranyérmeket hoznak el, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar szőlő borágazat büszke lehet, illetve mi magyarok büszkék lehetünk, hiszen olyan pincészeteink vannak, amelyek nagyon jó minőségű borokat tudnak készíteni. Nyilván a korosztályok változása is meghatározza a borkultúrát. A fiatalok kellő módon bekapcsolódtak-e a bortermelésbe? Miként látják? Hát úgy látjuk, szerencsések vagyunk. Azt gondolom, hogy a generációváltás, ami jelen esetben is folylik Magyarországon, az szépen folyamatosan zajlik, és hát a pincészetek ugye úgymond apáról fiúra, vagy ne adj Isten apáról leányra száll tovább, és hogy a nagyobb pincészetek, a hagyományos pincészetek, az lehetőségük van a családon belül továbbadni a úgymond a stafétabotot. Aki odafigyel, tapasztalhatja, hogy egyre több rangos borversenyen érnek el eredményeket a magyar borászatok külföldön is. Ez motivációs tényező az itthoniaknak mindenképpen? Én azt gondolom, igen, hiszen mindig azt szoktuk mondani, hogy a legjobb bor, amit már kifizettek és eladtak, és hát ugye a bort el kell adni, ez egy nagyon jó marketing érték és lehetőség, hogy egy nemzetközi borversenyen egy boraranyérmet hoz el, vagy pedig egy sampiondíjat. Ez egy nagyon jó lehetőség. Kocor Kálmán, a Borrendek Szövetségének elnöke, a borászat megújulásának egyik kulcsembere országos szinten is, amit meg annyi elismerés is megerősít, ugyanakkor ő nem titkolja a problémákat sem, amelyek megoldásra várnak. Ma ott tartunk, hogy a Covid után, ugye Covid alatt elég rendes ütembe leálltak a borversenyek a kapcsolatuk, most ott tartunk, hogy olyan szinten elindult, illetve begyorsult ezeknek a bor versenyeknek a gyakorlata, hogy például ezen a héten kett, szerda, csütörtök, péntek és szombat 5 borverseny volt, amelyiken részt vettem. Kezdünk Kőszegen, nemzetközi borverseny, jönnek a helyi borversenyek, jönnek a regionális borversenyek, nagyon szépen beindult ez a folyamat, és hogy egy kicsit próbáljon az ember összehasonlítást csinálni. Most már évek óta, de egyre jobban megerősödik bennem az a gondolat, hogy nekünk magyaroknak az a bajunk, hogy nem vagyunk elég büszkék a saját termékeinkre. Nemzetközi borversenyen is tapasztaltam, hogy nem akarok, hogy mondjam, talán nagyképű lenni, de lehet, hogy különb termékeket teszünk le az asztalra, de van egy ronda közmondás. Ha tele van a zsebed pénzzel, még énekelni is tudsz. És mi magyarok, ugye mindig azon a sajnos elnyomott kategórián megyünk, és hagyjuk magunkat, hogy a mi énekünk nem hallatszik vezényszónak. Pedig meg kellene tanulni, hogy igenis nem vagyunk
különbek, mert ne legyünk nagyképűek, de biztos, hogy vagyunk olyanok a borpiacon, mint bárki más. Ezek a találkozók segítenek ebben, hogy megértessék a borosgazdákkal, illetve a borlovagrendekkel, hogy igenis tegyék ki a boraikat, és legyenek büszkék rájuk, és fogadják meg adott esetben a szakmai tanácsokat? A borosgazdákkal én úgy érzem, hogy sokkal kevesebb a gond, mint a borfogyasztókkal. A borfogyasztókat sajnos az a fogyasztói társadalmat befolyásoló réteg, most ugye a terméket nem illik megnevezni mindig, nagyon sok téves információval látják el, illetve ott az információk áramlásában is nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a pénz veszi át mindennek a hatalmát. Nem a valós tényekről beszélünk, hanem ha megfizetnek bennünket, vagy valakit, akkor ő arról beszél nagyon jól. Tehát a reklám az nagyon rányomja a fogyasztó társadalomra, hogy mit fogyasszon. A borászok, borászattal foglalkozók szakmai szinten jól állnak, sajnos az üzleti oldalról, a nyereségtermelésről nagyon mély ponton van az ágazat. Még a borászat, a nagy mennyiségű borászatok valahogy eltartják magukat, de sajnos a kisebb borászatok, uram bocsá, azok a szőlő termelők, akik csak szőlőt termelnek, rendkívül nagy veszélyben van Magyarországon a szőlőtermesztés, mert most már nem az, hogy a gazdaságosság óta nem érjük el, hanem a veszteség terén olyan szinten állunk a szőlőtermesztésnél, hogy nagyon sok kollégába fölvetődik a kérdés, hogy befejezem, abba hagyja. És ez rendkívül nagy baj, mert azért a szőlő hozzátartozik a nemzeti kultúránkhoz, tájalkotó növény, hozzátartozik a tájesztétikához, és én nagyon szomorú lennék a Kárpát-medencébe, mondjuk amikor kezdtem tanulni a szakmát. 210 ezer hektárról beszéltünk, 160 ezerről, ma biztos, hogy van 40 ezer hektár jó termőszőlőnk, és arról beszélünk, hogy túltermelés van? Nem. Kevés a fogyasztás, nagyon sok a fölösleges import, és a magyar fogyasztókat rá kell arra nevelnünk, hogy legyünk egymás támogatói, fogyaszt az enyémet, én fogyasztom a tiédet, és már is azonnal nyitva áll előttünk a fejlődés lehetősége. Összességében a bírálatok alapján büszkék lehetnek a gazdák, kiváló minőségű borok kerültek a pincékbe, illetve a vásárlókhoz.